Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Békés Csaba megyei jogú város önkormányzat közgyűlésének elismerése kitüntetést kapott az Out.Pont autista gyermekekért és fiatalokért alapítvány kollektívája. Ma esti vendégünk Szántó Tamás, az alapítvány elnöke. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm és köszöntöm a kedves nézőket is. A város szeptemberi közgyűlésén vehette át a kitüntetést. Mit jelent ön számára ez az elismerés, hogy ilyen formában is a város megköszöni a munkájukat? Hát én szerintem ez egy nagyon fontos mérföldkő az alapítvány életében. Az Out.Pont alapítvány 1999 óta működik Békés Csabán, és jó néhány éve a szociális alapszolgáltatások tekintetében feladatellátási szerződésünk is van az önkormányzattal. Ezen túl számos rendezvényünkön a polgármester úr vagy valamelyik képviselője az önkormányzatnak megerősíti jelenlétével azt, hogy fontos az, amit az Out.Pont alapítvány végez az autizmussal élő társaink érdekében. Úgy gondolom, hogy ez az elismerés, hogy ebben a formában meg tudott jelenni, és számomra kifejezetten fontos az, hogy úgy szól, hogy az Out.Pont alapítvány kollektívája részére ez azt az üzenetet hordozza, hogy az önkormányzat, az önkormányzati képviselők, döntéshozók fontosnak gondolják az Out.Pont alapítvány munkatársainak mindennapi áldozatos és szakszerű munkáját, amellyel igyekeznek támogatni az autizmussal élő társainkat. Beszéljünk egy kicsit magáról az autizmusról. Mik a korai jelei és honnan ismerhető fel? Az autizmus olyan agyi fejlődési zavar, amelynek tünetei jellemzően a kommunikáció, a társas kapcsolatok, leginkább a kölcsönös társas kapcsolatok a szociális készségek területén jelentkeznek. Ez gyakorlatilag azzal, hogy nem teljes a felsorolás, azt mutatja, hogy gyakorlatilag azokon a területeken vannak hátrányban az autista gyermekek, vagy felnőttek is, amelyek a közösségben történő eligazodáshoz, közösségi és szociális helyzetek jó megértéséhez és az ahhoz történő alkalmazkodáshoz szükségesek. Tehát már a bölcsöde, óvoda, később iskola, munkahely vagy baráti társaságok tekintetében is azt vehetik észre az ő környezetében élők, hogy az átlagostól eltérő módon tud reagálni, viselkedni egy-egy társas helyzetben, illetve amikor egy általánosan elvárt viselkedést feltételeznénk, akár egy játék, vagy közlekedés, vagy bevásárlás kapcsán, akkor ő láthatóan nem tud úgy reagálni, ahogyan azt mi idézőjelben elvárnánk. Mondhatjuk azt, hogy picit kilóg az átlagosnak számító viselkedés mintákat mutató gyerekek közül. Számos esetben, amennyiben más sérülés is társul az autizmushoz, akkor egyéb készségek terén is elmaradhat az ő fejlődése a szokásostól. Én úgy gondolom, bocsánat, hogy jellemzően kicsi korban a szülők, illetve az előbb említett szereplők, védőnök, óvónők, bölcsödében dolgozók körében mutatkozhatnak ezek a tünetek olyan mértékben, amelynek mentén fölmerül az autizmus gyanúja, és javasolják azt, hogy szakemberhez érdemes fordulni. Pont erre irányult volna a következő kérdésem, hogyha egy szülő például észreveszi a gyermekén ezeket a jeleket, akkor mi a következő teendő, mi a menete, hogyan, kihez fordulhat?
Mindenképpen a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságot érdemes felkeresni egészen kicsi korban is. Szerencsére manapság már a diagnosztizálásnak a módszertana, eszköztára és a szakemberek felkészültsége lehetővé teszi azt, hogy egészen kicsi életkorban, vagy kezdeti életkorban, másfél-két éves kortáján is akár a felkészült szakemberek jól tudják azonosítani az autizmusra utaló tüneteket. És mekkora a jelentősége annak, hogyha időben felismerik ezeket a jeleket a szakemberek? Előnyt jelent kezelés szempontjából? Mindenképpen. Azt lehet mondani, hogy bár szülőként, vagy a gyerekkel foglalkozó szakemberként, vagy akár szomszédként, azt érzékelem, hogy ő nem érti, amit én szeretnék, vagy várok tőle, de azt nagyon fontos értelmezni, hogy ő sem érti azt, hogy mi mit szeretnénk. Tehát abban a tekintetben, hogy számára biztosítani tudjuk azokat a képi, vizuális segítségeket, amelynek mentén lehetőséget biztosítunk számára arra, hogy értse a mi szándékunkat, értse azt a világot, amit mi magunk köré építünk, mert azt gondoljuk, hogy az mindenki számára érthető. Tehát ezeknek a megsegítési módoknak a rendelkezésre bocsátásához feltétlenül szükséges a diagnózisnak az ismerete. Első lépésként nagyon fontos az, hogy az ő környezetében lévő személyek megértsék és elfogadják azt, hogy ő miként tud működni, és azt követően pedig készen álljanak arra, hogy támogatást nyújtsanak. Úgy is mondjuk ezt, hogy ahhoz, hogy autizmus szempontú akadálymentes környezetben tudjon élni és tölteni a mindennapokat az a fiatal ember. És az Autpont Alapítvány hogyan segít ebben, és hányan veszik igénybe a szolgáltatásaikat? Az Autpont Alapítvány szociális alapszolgáltatásként nappali intézményt működtet autizmussal élő felnőtt társaink számára. Iskolába és a mi intézményünkbe történő eljutáshoz támogató szolgálatot működtetünk, tehát szakképzett kísérővel tudnak a szülők nélkül eljutni egy-egy intézménybe. A nappali intézmény keretében fejlesztő foglalkoztatást működtetünk, tehát munkatevékenységek vagy munkatevékenységek betanulása vehető igénybe az autista fiatalok számára. Ezeken a szolgáltatásokon túl igyekszünk szülősegítő szolgáltatásokat, szemléletformáló rendezvényeket, képzéseket és tanácsadási alkalmakat biztosítani az érdeklődők számára. Az előbb felsoroltakat igénybe vevőkről önkéntes regisztráció mentén vezetett igénybevevői listán 264 család van pillanatnyilag. Értelemszerűen elsősorban Békés Csabáról vagy Békés megyéből, de a határon túlról is érkeznek időnként információért, segítségért érintett családok. Sokszor halljuk azt, hogy az autizmussal élők számára nagyon fontos egy biztos napi rend. Most a koronavírus járvány mindannyiunk életét kinek jobban, kinek kevésbé, de felborította valamilyen szinten. Hogyan élik ezt meg az autizmussal élő fiatalok és felnőttek? Hát ennek a párhuzamnak a mentén én úgy gondolom, hogy a mi életünket most is, de leginkább tavasszal az borította föl, illetve számomra az okozott folytonos bizonytalanságot, hogy nem tudtam jól, hogy hova mehetek, milyen eszközzel jutok oda, mit tudok ott csinálni, hányan lehetünk ott egyszerre, mikor bukkan föl az életemben valaki, a hatóság vagy számomra ismeretlen dolgot kezdeményező személy. Nem tudtam azt, hogy a megszokott személyi környezetem, a családom, rokonaim vonatkozásában mikor tudok találkozni velük, és nem tudtam azt, hogy
a szokásos életvitelem lett, mitől, miként tudom elsősorban az otthon falai között megvalósítani. Ez szerintem nem csak számomra, hanem nagyon sok ember számára bizonytalanságot okoz, amíg hozzátesszük a maszkviselésével kapcsolatos komfortot befolyásoló szempontot is, akkor főleg. Én úgy gondolom, hogy az autista társaink életében a mindennapokban számos, egy nap alatt számos ilyen bizonytalansági tényező jelentkezik. Nem tudja jól, hogy mi meddig tart, mi az, amit megcsinálhat, mi az, amiben segít neki valami, hiszen itt az említett járványhelyzet mentén is a bizonytalanságomnak, vagy bizonytalanságunknak az egyik fő befolyásoló tényezője az információ hiány. Rengetegféle információ van, nem tudom kiválogatni, hogy melyik vonatkozik rám, melyik az, aminek mentén jobban tudnék működni, na pont ez jelentkezik önálluk is. Tehát az egy igazolt dolog, hogy az autizmusban érintett személyek számára az egyik fontos nehézség az, amikor egy adott időpontban, azon a helyen nagyon sokféle információ, hang, hőmérséklet, fény, szag és egyéb érkezik felé, és nem tudja ő azt jól eldönteni, hogy azok közül melyikre kellene fókuszálni, és mely személyek azok, akikkel együtt kellene működni az adott információ mentén. Szó volt arról, hogy az alapítvány több mint 20 éves. Ez alatt, a fennállásának az ideje alatt mi a legnagyobb eredmény, amit ki tudna emelni, vagy vannak-e sikertörténeteik? Én úgy gondolom, hogy a autizmussal élő társaink, mint a társadalomnak egy kis létszámúnak tekinthető csoportja vonatkozásában fontos eredmény az, hogy az alapítvány működési környezetében szerintem elég sok személyhez, szervezethez eljutott az Autpont Alapítvány tevékenységének a híre. Talán ezzel sikerült erősíteni azt, hogy nagyon fontos figyelnünk az autizmussal élő társainkra, megérteni őket, és lehetőség szerint támogatni. Én szerintem azt az általam sokszor hangoztatott kulcsmondatot talán sikerült erősíteni, miszerint az autizmussal élő társaink támogatásában mindenkinek megvan a lehetősége és felelőssége. Ez mutatkozik például a önkormányzat elismerésében, mutatkozik abban, hogy lehetőségem van helyi médiumokban megjeleníteni az Autpont Alapítvány tevékenységét. Tehát a szűken vett szociális és családsegítő szolgáltatásokon túl úgy gondolom, hogy sikerült egy picit helyi szinten társadalmasítani ezt a feladatot. És mire lenne esetleg még szüksége az alapítványoknak, hogyha valaki segíteni szeretne, azt hogyan teheti meg? Azt gondolom, hogy az előbbiek mentén azzal is segíthet mindenki, hogyha időt szentel arra, hogy tájékozódjon akár az alapítványról, akár a környezetében élő autizmusban érintett személyeknek a lehetőségeiről. Az alapítvány működéséhez értelemszerűen anyagi forrásokra van szükség, tehát az SZJ 1%-ok felajánlásával nagyon komoly tervezhető forráshoz tud jutni az alapítvány. Az elmúlt évben 470 magánszemély ajánlotta föl. Tehát ez is nagyon fontos, hogy mindenki azt, vagy többen gondolják azt, hogy ó, neki ez nagyon szerény összeg, és akkor nem rendelkezik inkább, de minden kicsi összeg kumulálódik, és fontos lehet. Ezen túl adományokat is szívesen fogad az alapítvány, ezzel tudjuk pótolni az állami támogatásból, önkormányzattól érkező támogatásból és a pályázatokból megszerezhető forrásokat.
És akkor egy kicsit még beszéljünk arról, hogy minden évben megrendezik az autizmus napját. Ma is ez történt a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Miben volt más az idei az előző évekhez képest? Az autizmus világnapja egy ENSZ határozat mentén április 2-a. Valóban Békés Csabán a 10. alkalommal került megrendezésre most ezen az őszi napon ez a rendezvény. Tekintettel arra, hogy tavasszal a veszélyhelyzet miatt nem sikerült megvalósítani. Az ENSZ határozat és az autista társainkat támogató szervezeteknek a célja az, hogy ezen a napon valami olyan közösségi élménybe igyekezzen bevonni a helyi közösségek minél több szereplőjét, amelyek egyrészt ráirányíthatják azon az egy programon a figyelmet az autizmussal élő társaink élethelyzetére, másrészt ennek az élménynek a mentén feltételezhetjük azt, hogy az év további 364 napján is az átlagosnál nagyobb nyitottsággal és támogatási készséggel tudják majd az autista szomszédaikat, gyerekeiket, rokonaikat támogatni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!